2019. május 11-én került sor Zonda Tamás, Bozsanyi Károly és Moksony Ferenc által szerkesztett az Öngyilkosság szociológiája című tanulmánykötet bemutatására a Károli Gáspár Református Egyetem Buda Béla termében. A bemutatón beszédet mondott Zonda Tamás, Széji Áter címzetes egyetemi tanár, valamint Paksi Borbála szociológus és Bodán Zsolt etnográfus történész. A kötet főként a gyógyszeres prevenció hatékonyságának problémáit, a társadalompolitikai módszertani kérdéseit, a jeles napok, valamint a vallás és az öngyilkosság gyakoriság összefüggéseit vizsgálja. 1980-as évek közepén Európa szerte elkezdett csökkenni az öngyilkosság iránttal. Nem tudjuk, hogy miért, ez főleg az EU, tehát a nyugat-európai országok érvényes. És aztán a 80-as évek végén és 90-es évek elején ez a csökkenés átterjedt keletre is, az olyannal felszabaduló országoknál. Na most ez ugye meglepte a társadalmat, mindenütt és a kutatókat. Nyugaton elkezdtek gondolkozni, hát tárgyas dolgokat nézték. Kiderült, hogy a GDP meredeken emelkedett akkoriban, ennek következtében a munkanék, a dohányzás, az alkoholos elhagyózása, a közlekedési balesetek és egyéb más olyan negatív jelenség lényegesen csökkenni kezdett, köztük az öngyilkosság is. Ez még ekkor nem volt jellemző a közép-kelet-európai országokra, hanem 1980-as év, utolsó 80-as években, majd pedig a 90-es évek elején ide is átterjedt ez a csökkenő tendencia, amit aztán meg végképp nem értettünk, mert itt azért a GDP emelkedés és egyéb dolgok, hát akkor azért még nem voltak jellemzőek. Na most ennek következtében nyugaton is, meg itt is elkezdtek gondolkodni a kutatók, hogy vaj, mit lenne ez. Magyarországnak visszatérve összekintve 87-ről 88-ra billadó van, tehát tovább lehet így érteni, egyik pillanatra másikra a horribilis 45,1%-ről lényegesen 41,1%-ra csökkent, ami a szociológiában egy óriási. Moksony Ferenc és Bozsanyi Károly által szerkesztett kötet az öngyilkosság társadalmi vetületének és ezen jelenség komplexitásának, multikauzalitásának megragadására törekszik. A munka volumenének, összetettségének jelzésére itt összeszedtem néhány számszerű jellemzőt a kötetről. 400 oldal, közel 400 oldal. 13 tanulmány, több mint 750 hivatkozott szakirodalom. A szerzők nagyon sokféle tudományterületet képviselnek. Jó néhány szociológus mellett, akik ugye, mint egy szociológia könyvről van szó, de természetesen a jelenlétük egy ilyen kötetben. Tehát jó néhány szociológus mellett a szerzők között vannak szociálpolitikusok, földtudományok doktora, történész, etnográfus, kulturális antropológus, humán biometeorológus, klinikai, illetve tanácsadó szakpszichológus, pszichiáter, pszichoterapeuta, neurológus, más területen dolgozó orvos, magatartáskutató és módszertanász is. A kötetben szereplő 13 tanulmány közül 5-5 két-három fős különböző tudományterületeket képviselő szerzők által képviselt tímek jegyeznek, ezzel egy-egy tanulmánykötet születési folyamatában is megjelenítve a multidisziplinaritás szemléletét.